Már dülöng egy kicsit, picsul is, csábosan néz. Csücsörít az ajkával, rendezgeti a haját, bekeni az ajkát a labellóval, és közben mélyen a szemembe néz. Nyert ügyel van. Kérsz tiktakot? Mert hogy a picsába ne kérnék. Erre vártam órák óta. Megállunk az ebránál, piros van, csend, nézzük egymást, jöhet a smaci. Keményen kanal az a számban, és nyöntéssel is hozzá. Oda nyomja a mellét, és a fenekére húzza a kezemet, mindent belead. Teljesíteni akar, és fog is. Erről szól az élete. Az estén további része pedig a pornóról. Megkereső egy csatornát, miután megkérdezte, hogy szoktam a szeretkezés közben pornót nézni. Azt hazudom, hogy na, jó kis játékot talál ki. Megvárjuk a következő jelenetet, és utánozzuk az ott látottakat. Amíg várunk, csókolózunk. A tenyere közé fogja a fejemet, és jó messziről pergeti a hosszú, kemény nyelvét. Én is kinyújtom, lefettyelünk a nyelvünk hegyével. Ezt tanulta a pornófilmekből. Jön a jelenet, skifi pornó. Egy vörös bőrszerkóba öltöztetett ribanc belépett szobába, egy nagy farkú földlakó ébredezik éppen az ányán. Megáll az ajtó félfánál, és azt mondja: szia, én a Vénusz bolygóra értem, az egyetlen szopjalak. Betty nem neveti el magát, kimegy az előszobába. Én elfekszem az ágyon, belép, és kellemes flex hangján megismétli: szia, én a Vénusz bolygóra értem, az egyetlen szopjalak. Tulajdonképpen szerencsésen indul a film. Jó jártam, a folytatástól azonban tartok egy kicsit. Mi lesz, ha az ufó lány pucsít egy nagyot, és felajánlja a segjukát a kamos földlakónak? Mi lesz, ha egészen a könyökömig el kell merülnöm az én kedves újságírónőm nemi szervében? Mi lesz, ha megérkezik a földlakó haverja, aki éppen arra járt? Hát hívom Józsit? Hogy Milisics Ignác színészt a félről? Szerencsére Betty sem hív az anális szexnek. Megjelent Gerlóci Márton, a Csemegepultos naplója.